és zajonganak a nyelmék a konyhában. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban magyar szerzőkről lesz szó. Tavaly is csináltam egy ilyet, mert ugyanezt a könyvmagyképző kiadó tavaly is megcsinálta, hogy egy ilyen Olvas Hazait projekt keretében ajánlott ki könyveket, és akkor tavaly a Csak mi kettent és az Ellopott kívánságot olvastam ennek a keretében, és idén is kiajánlottak tavalyi megjelenéseket, meg magyar szerzőket, úgyhogy most is van két könyvem, amiről ennek a projektnek a kapcsán szeretnék beszélni. Ez pedig ez a két nagyon szép kötet, az egyik Kiarától a Repülszitakötő, a másik pedig Besenyei Gábortól a Kopj le, jó fiú. Kezdem a Szitakötővel. Kiara ott került fel a radaromról, hogy a tavalyi Olvas Hazait projektben, ugye olvastam a Csak mi kettent, a Csak mi kettenben Kiarának van egy nagyon cuki ifjúsági romantikus novellája, ami nagyon cuki volt, és nagyon szerettem. És Kiarának van már egy másik megjelent regénye, a Pillangó lány, ami nagyon erotikus. Ezért tudom, hogy nagyon nem nekem való. És amikor kijött ez a könyv, őszintén nem tudtam róla semmit. Andi nagyon szerette, és így vitt a borító, úgyhogy így nem nagyon gondolkoztam, mondom, jó, ezt elolvasom. Ebben is van erotika, de ez sokkal kevésbé erotikus, tehát ez nem erotika központúna. A sztoria ennek ebből elég sötét, nagyon őszi hangulatú könyv. Igazából az van, hogy Laura haza utazik a húga temetésére, aki lezuhant és meghalt egy szakadékban, ami az ő településük mellett van. És két dologra fókuszál nagyon ez a könyv, ami nagyon sok minden mást is magába foglal, tehát azért nem lehet ezt így egy dolognak venni. Tehát egyrészt fókuszál arra, hogy Laurát nem hagyja nyugodni a tudat, hogy mi történhetett a húgával, hogy vajon tényleg csak baleset, hogy esetleg volt más is, mert megtud egy-két dolgot a húgáról a temetés után, amit előtte nem tudott, és ezért elkezd gondolkozni, hogy mi van, ha más sem tudott Karináról. Illetve ezen felül van egy romantikus szál a könyvben, ami ilyen trigger warningos, ugyanis egy 14 évvel idősebb emberrel van a romantikus szál, de ez körülbelül az első fejezetben már tudja mindenki, hogy ebből mi lesz, meg hogy lesz, meg hogy mennyi a különbség, úgyhogy lehet így készülni. Ugyanis a legjobb barátja Máté, aki 14 évvel idősebb nála, elkezd rájönni Laura, hogy lehet, hogy vannak érzései iránta, és ezt az egész helyzetben, hogy meghalt a húga a nyomoz utána, de közben ott van Máté, aki iránt érzései vannak. Nagyon sok minden van ebben a könyvben, amit a főszereplőnknek így föl kell dolgoznia, és át kell élnie. És ekközben még nagyon sok minden más is kiderül egyébként, ami bonyolítja a dolgokat, maradjunk ennyiben. Kiarának nagyon-nagyon csodálatos írói stílusa van. Mondtam már a januári összegzésében, én nem szeretem, hogyha egy bekezdésben, vagy egy oldalon egy-kettőnél több hasonlat van. Néha már az is sok, meg ilyen írói kép, meg nem tudom. De hogy Kiara valahogy meg tudta ezt úgy csinálni, hogy annyira passzolt a könyv hangulatához, meg így nem voltak ilyen nagyon elrugaszkodott írói képek, és így tényleg illett a sztorihoz, meg a könyv hangulatához, hogy egyáltalán nem zavart. Úgyhogy ez szerintem taps. Az erotikus része nekem sok volt, de hogy ez egy 2-3 jelenetről beszélünk, nem igazából 2 jelenet, 3 fejezetben, szóval, hogy túl lehetett élni. Viszont vannak ilyen trigger warningok a könyv kapcsán, ezt is már sokszor mondtam, ugyanis hát vannak benne dolgok, amik nem olyan egyszerű témák, tehát mint például ez a nagyobb korkülönbséges párkapcsolat, ami alapból annyira nem kiakasztó talán abból a szempontból, hogy Laura egyébként 23 éves ebben a könyvben, tehát annyi, mint én. Csak ugye Máté 14 évvel idősebb, és amúgy gyerekkora óta ismeri Laurát. De hogy amúgy maga a folyamat szerintem nem volt kiakasztó, ahogy ez az egész így összejött, szóval szerintem ez úgy egész jól volt lefektetve, hogy annyira ne tudjon olyan dolgokat piszkálni olyan emberekben, akik mondjuk erre érzékenyebbek, de ez nyilván ugye emberfüggő, szóval ezt érdemes figyelem előtt tartani, hogyha valakit érdekel ez a könyv. De még, hát vannak benne még más dolgok is, amik részben spoileresek, vagy segítenek kitalálni csavarokat.
ezt, erről volt, ez közös BookTube könyvklubos könyv is volt, úgyhogy erről van egy kibeszélünk, azt majd ide belinkelem. És a kibeszélőnek a spoileres rész elején elmondjuk így a legtöbb trigger warningot, ami olyan, hogy az valakinek rosszul esett olvasás közben, ha nem tudja előre, hogy van benne ilyen. Úgyhogy azt érdemes lehet megnézni, most itt annyira nem akarom a spoilereket elmondani, a lényeg, hogy sok nehéz téma van a könyvben. Tabu témák is, nem egyszerű dolgok, úgyhogy ezeknek érdemes utána nézni, mielőtt az ember olvassa, hogyha vannak ilyen érzékenyebb vannak témák, amik érzékenyebben érintik. De alapvetően nagyon szerettem ezt a könyvet, és nagyon tetszett, úgyhogy örülök, hogy végre olvashattam regényt Kiarától itt teljes formában, de mondom, a novellája is nagyon jó, szóval a novellás kötetekben is lehet tőle találni írásokat. Én még csak azt az egyet olvastam, de ez eddig meggyőzött, hogy szeretem, ahogy Kiara ír, csak ja, az erotikus részek olyanok, hogy nyíh. Térjünk át a Koplejó fiúra, Bessenyei Gábortól. Bessenyei Gábor egy olyan szerző, akit nagyon régóta gondolkodtam, hogy olvassak, ugyanis a többiek is nagyon szeretik az ő írásait. A Koplejó fiú egy középiskolában játszódik, és hát egy narrátorunk van, de amúgy négy ilyen harmadikosként indulnak a srácok. Őket követi, ugye ilyenkor már tombolnak a hormonok, és mindenki csajozni akar, meg pasizni, és az a helyzet, hogy ők ugye nyomik, és így nem nagyon tudnak csajozni, és mindig lekoptatják őket, megalázzák őket. Szóval, hogy az egészből elegük van, és akkor jön egy fordulópont, amikor azt mondják, hogy akkor ők most már nem lesznek jó fiúk. És kicsit túllőnek a célon. Kicsit. Nagyon. Maradjunk ennyiben. És hát megkapják, amit akarnak. Be tudnak csajozni, ha ezt lehet csajozásnak nevezni, de hogy az már más kérdés, hogy megéri-e ennyire eltorzítani a saját személyiségedet annak iránt, az iránt, hogy meg tudj fektetni valakit. Vagy csak nem feltétlen odáig elmenni, de hogy csak hogy rád nézzen egy lány, és ne nem tudom, hogy egy ez volt, hogy ne undorodva nézzen rád, vagy nem is tudom. Ez a könyv is egyébként nagyon sok témát feszeget ezen belül, így családi háttérben mi okozhat micsodát, meg tényleg ez az egész, hogy a középiskolában milyen élmények itt hogyan érinthetnek, és ja, tényleg ez a tiniként, ez a romantikus párkapcsolatok keresése, ez milyen nem annyira egyszerű, mint nem is tudom, mint elsőre tűnik, vagy mint mondjuk a filmekben olyannak tűnik. Azért sok mindent tanulunk ez alatt az út során, amit Cornél bejár a könyvben, aki a narrátorunk. Van benne egy nagyon cuki romantikus szál, vagy egy szerelmi szál, úgyhogy azért is nagyon megéri. Amúgy nagyon tetszett, és így saját középiskolás tapasztalataim, amik már 5 évesek. Azok alapján azt tudom igazából mondani, hogy ja, én is így láttam hasonló dolgokat. Én személyesen ennyire durván nem tapasztaltam ilyeneket, vagy így kb. Egyáltalán nem tudom. Lehet, hogy középiskolában nekem nagyon nem ezen forgott az agyam, vagy valami ilyesmi. Jó, nyilván drámák meg ilyenek voltak, nagymenő emberek voltak, szóval tényleg a legtöbb hasonló esetet, amit mondjuk így ebbe be lehet kategorizálni, inkább külső szemlélőként láttam, szerintem. De nagyon érdekes volt, és már csak azért is szerintem érdemes elolvasni, mert ha mondjuk, nem is tudom, mondjuk, hogyha valaki ugyan olyan helyzetben van, mint ennek a könyvnek a szereplői, akkor mondjuk lehet az, hogy az elején azt mondja, hogy igen, neki is nem tudom, ezt kell csinálnia, nem, ne. Most mondok, hogy azért ne. De hogyha végigolvassa az ember a könyvet, akkor rájön, hogy egyébként ez egyrészt nem egy túl járható út, meg perspektíva és mások helyébe helyezés, meg ilyenek. Szóval nagyon érdekes volt, és nagyon szerettem ezt is. Bessenyei Gábornak is jó a stílusa. Szerintem így hogy milyen egy középiskolást, az teljesen jól visszaadta, tehát, hogy nem azt éreztem itt sem, hogy egy, nem tudom, nem volt túltolva az, hogy tinik, de hogy eléggé felnőttek voltak, de hogy azért eléggé gyerekek is még, tehát, hogy az így a balance ezen a részen egyébként megvolt, úgyhogy az is tök jó volt a könyvben.
Ez azért tartott igazából tovább olvastam, mert így minden is közbe jött egyébként közbe, tehát így elolvastam 100 oldalt, és utána kb. 2 hétig semmit, mert minden mást is csináltam, de utána meg a, nem tudom, a legutolsó 250 oldalt kb. 2 nap alatt olvastam el, szóval egyébként. Ez az olvasási sebessége semmit nem jelent ahhoz, hogy mennyire volt egy könyv jó, ez is nagyon tetszett, és igen. Mindkettőt nagyon szerettem, úgyhogy ajánlott magyar szerzőim közé mindenképpen bekerült, hát mondjuk, ja, jó kiarától ugye csak novellát olvasom, szóval mindenképpen én is nagyon tudom ajánlani mindkét szerzőt ezek után, és nagyon szépek a borítók is, ezt is meg kell jegyeznem. Igen, úgyhogy innen is még egyszer köszönöm a könyvbojképző kiadónak a két könyvet, nagyon jó élmények voltak, és nagyon örülök, hogy én is igazából egyre jobban nyitok magyar szerzők felé, mert nagyon sokáig én is féltem, de hogy újabban egyre jobb tapasztalásaim vannak, meg egyre jobb könyveket olvasok tőlük, úgyhogy felbátorodok, és egyre többet is olvasok, és nagyon örülök neki, mert hát kicsi országunkban azért ez is fontos, hogy magyar szerzőktől is olvassunk, és támogassuk őket. Most az idei projektben akkor ezt a két könyvet olvastam, aztán ha lesz jövőre is, akkor lehet jövőre is fogok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.